terheltség és létszámhiányok okán a nyomozások időszerűsége a továbbiakban nem tartható fent. A Gödöllői Rendőrkapitányság belső levele a hét elején került fel a Zsaru Ellátó nevű Facebook csoportba. Ebben 300 ügy áthelyezését kérik más kapitányságokra, mert kevesen vannak és nem tudnák tartani a határidőket. A Pest megyei rendőrfőkapitányság híradónak megerősítette, hogy a dokumentumok valósak. A gödöllői rendőrkapitányságon évelején 264-en dolgoztak, a betöltetlen álláshelyek száma pedig 70 volt, vagyis a mostani létszámnak csak nem a negyede. A leterhetséget azzal próbálják enyhíteni, hogy Pest megye más kapitányságaira utalnak ki ügyeket. A belügyminisztérium alá tartozó hivatalos szolgálati viszonyban lévő rendőrök tavaly végén bruttó 500 ezer forintos plusz jutatást kaptak. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón azt mondta, hogy ez egy fontos lépés a leszerelési hullám megállításában. Híradón kérdésére úgy fogalmazott, a jelenlegi átlagos bérszintnek van megtartó ereje az ország számos megyéjében, de ugyanennyiért a fővárosban és Pest megyében jóval nehezebb munkavállalókat találni. Ezért fölmerül a differenciált béremelésnek a lehetősége is, de nem így döntöttünk. Úgy döntöttünk, hogy 10%-os általános rendőrbéremelés lesz január 1-től, illetve a februári forintot is mint egyfajta fegyveres hűség jutalom mindenki megkapta. A zsarú üzemeltetője híradónak azt mondta, hogy a hozzájuk érkező jelzések szerint a kollégáik elégedetlensége nem csökkent ugyanúgy folyamatosan kapjuk az, az üzeneteket, hogy, hogy, elhagyják a pályát, ugyanúgy létszámhiány van, nem történik semmilyen változás. Tehát a nyugdíj és a bérendezés lenne szerintünk a, a legnagyobb, legfontosabb lépés ahhoz, hogy egyáltalán elgondolkozzanak, hogy maradnak a állományba. Az országos rendőrfőkapitányság híradónak azt írta: rendőri szerv működését, vagy a stabil közbiztonságot veszélyeztető létszám hiány sehol sincs az országban. Az ORFK adatai szerint országszerte mintegy 40 ezer hivatásos rendőri státusz van. Ennek mintegy 6,5%-a 2600 álláshely betöltetlen.